Sziasztok! Kis Gergely vízilabdázó vagyok. Szeretnék nektek mesélni életem egyik legfantasztikusabb élményéről, az athéni olimpiáról. Végigvertük a csoportban a legnehezebb ellenfeleket, Szerbia, Montenegrót legyőztük a csoportba. 3-0-ás utolsó negyeddel legyőztük a horvátokat, Amerikát, az oroszokat, Kazaksztánt, és aztán utána a helyosztóknál az oroszokat újra, bejutottunk a döntőbe. Ott a 10 voltunk mérkőzés előtt, várunk kellett jó sokat a váróteremben, várószobában velük együtt. Ezek után beugrottunk, elkezdődött a meccs, hajrá, éljen, hajrá, magyarok, 3-0 oda. Azt a lelki folyamatot, hogy várom az olimpiai döntőt, életem egyik legfontosabb pillanatait, és utána elindul végre, ráúszunk a labdára, majd néhány perc múlva 3-0, gyakorlatilag a csapat mondhatni pillanatra a poraiban hever. Na hát azt nem kívánom senkinek. Viszont az a liftezés, ahogy a harmadik gól után a középkezdéshez felúsztunk és elkezdtük a játékot, hogy úristen, most mi lesz velünk, itt vannak a magyar szurkolók, ennyire akartuk a sikert, nagyon sokat dolgoztunk, 6-7 órát naponta, végigvertük a világot, 3 aranyérmet szereztünk egy év alatt, eljutottunk a döntőig veretlenül, itt vagyunk, tényleg nagyon jók vagyunk, szeretjük egymást, elismerjük egymást, erre 3-0 oda. Ebből a letargiából egy hatalmas liftezésre kellett fölépülni. Természetesen büszke vagyok arra, hogy 3 gólommal sikerült kiegyenlíteni, de itt az egész csapatról beszélnék, hogy mindenki hozzátette azt a pluszt a szereléssel, a blokkolással, Fodor Rajmi a 4. negyedben, ahogy kiállított játékosként bejöhetett a pályára, lebukott víz alá, mert észrevette, hogy nem látja senki. Végigúszott víz alatt, szerb montenegróiaknak semmi fogalmuk nem volt erről. Fölbukott, Szécsi Zoli észrevette, odaadta neki a labdát, ő azt beadta szélről, 5 méteres kaptunk, Kásás Tomi belőtte, szóval fantasztikus dolgok történtek azon a döntőn, de hát ugye az a legnagyobb húzása a döntőnek, hogy föl tudtunk állni kétszer. Egyszer 3-0-ról, egyszer pedig 7-5-ről. Utolsó negyednek úgy mentünk neki, hogy bár döntetlenre mentettük a mérkőzés felére az eredményt, de újra elhúztak a szerb-montenegrója, úgyhogy egy fantasztikus negyedik negyedet kellett produkálnunk. Kemény Dénes szövetségkapitányán is mondta, hogy annyira egyszerű dolgotok van, srácok, napnál is világosabb, nem kaphatunk gólt ebben a negyedben, ha gólt kapunk, iszonyatosan nehéz lesz legalább 4 gólt lőni, hogy megnyerjük az olimpiát, 0 gólt szabad kapni, és 3-at pedig tudtok lőni, képesek vagytok rá. A megbeszélt taktikákat tartsuk be, de azon kívül legyünk nagyon bátrak. És hát pont 3-0 lett ez a negyed. Nagyon sok minden kellett hozzá. Sok munka, a stábnak a hatalmas segítsége a partról. És olyan szerencsés dolgok is a fantasztikus közönségen belül, hogy egy magyar sípszó az utolsó percben megzavarta a szerbeket, ami a lelátóról jött. Belefütyült az illető sípjába, pillanatra a Szapics, az örökös szerb gólkirály körülnézett, és azalt volt időnk megzavarni őt, majd nem le tudtam szerelni, és már csak egy szögletet tudott lőni a végén, és a 2 másodpercük maradt, és amikor a szögletet bedobták középre, minden mindegy alapon, és ki tudtam ütni, kvázi karate mozdulattal, az az érzés, azt ne tudjátok meg, fantasztikus volt. Olyan libabőrözés jött rám, olyan fajta extázis, hogy talán kisgyermekeim születésén éreztem hasonlót, de semmi más nem tudta visszahozni azóta sem azt az erős érzést. Az ember egyszer akar üvölteni, örjöngeni, nevetni, sírni, megölelni a társait. És ez csak folytatódott ez az érzés, aztán persze a dobogó tetején állva. De az biztos, hogy ahogy mondtam az elején, ez életem egyik legfantasztikusabb pillanata volt. Kívánom sok srácnak, hogy ilyen hasonló gyönyörű pillanatokat. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Sziasztok! Pontosan hogyan edzünk, milyen távokat, milyen fajta edzéseket végzünk. Gyorsan elmondanám talán a 2 végletet. Az egyik mondjuk egy legegyszerűbb edzés, itt a felnőtt csapatnál,